Csehországban különleges figyelmeztető rendszer dolgoztak ki a külföldre utazó állampolgároknak. A külügyminisztérium számítógépes alapú rendszere SMS-ben vagy telefonhívással figyelmezteti a cseh turistákat az úti céljukon felmerülő veszélyekre. Működésben a Drozd elnevezésű program. Az ingyenes számítógépes regisztrációt követően a külföldre igyekvő cseh állampolgárok már be is kerülnek a figyelmeztető rendszerbe. Az új programnak köszönhetően a külügyminisztérium végre figyelmeztetni tudja az állampolgárainkat, vagy vészhelyzet esetén utasításokat tud küldeni nekik. Sorolja a rendszer előnyeit a külügyminisztérium egyik munkatársa. A legtöbb regisztráció eddig az Egyiptomba, Tunéziába, Törökországba és az Egyesült Államokba utazó turistáktól érkezett. Ők azok, akik a legnagyobb számban számítanak a külügyminisztérium segítségére az instabilnak ítélt politikai vagy biztonsági helyzet miatt. Tunéziába utazunk, ami közel van Algériához és Líbiához. Reméljük, minden rendben lesz, de a biztonság kedvéért tegnap regisztráltunk, mondja ez a férfi. A webben olvastam a rendszerről. Sri Lankára megyünk szörfözni majd, mert 5 évvel ezelőtt volt ott egy cunami, ha SMS-ben figyelmeztetnek minket, hogy fussunk, mondja ez a másik turista. A rendszer 2009-es bevezetése óta már 13 ezer cseh állampolgár regisztrált, elsősorban azok, akik saját maguk szervezték az utazásukat. A külügyminisztérium a Drozd segítségével bonyolította le többek között idén márciusban a Japánban tartózkodó cseh turisták evakuálását, és tartotta a kapcsolatot Tomi és a Tunézia.